Dunakeszin az augusztus 20-ai rendezvények keretein belül az esti órákban a dunakeszi koncertfúvósok adtak térzenét a város főterén. Nyolc órától a napfénypontjaként a hosszas készülődést követően színpadra állított János Vitéz című zenésjáték szabadtéri előadása következett. A darabban a helyi tehetségek profi művészekkel együttműködve léphettek fel. A tavalyi nagy sikerű István a király után idén is több ezres tömeg várta az előadást a Dózsa György főtéren. Az volt a célunk, hogy a profi előadók mellett a helyi művészeti csoportokat is be tudjuk vonni, tehát ezért elhívtuk a Sziget Színház profi előadóit. A darabot alapvetően Pintér Tibor rendezte, de közreműködnek például a Váci Szimfonikus Zenekar, a helyi énekkar, a helyi néptánccsoport és a helyi modern tánccsoport is. A profi színészek ezt évközben többször is játsszák, úgyhogy később kapcsolódnak be a próbákba. A helyiek pedig azt tudom mondani, hogy kb. Tavasz eleje óta rendszeresen próbálnak, és nyár elején jöttek ide a Sziget Színháznak a felkészítője, a koreográfus főként, és ő készítette föl az itteni csoportokat, tehát egy nagyjából 3-4 hónapos próbálőzte meg az előadást. Tuzson Bence, Pest megye 5-ös számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Dunakeszi és térsége olyan széleskörű programokat kínál az itt élőknek, amelyek közt mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. Kiemelt kulturális élete van ennek a választókerületnek. Szerencse is ez, meg nagy munka is, nagy munka az itteni embereknek és az itteni polgármestereknek is. Hogyha itt vagyunk Dunakeszin, ez a választókerületünk központja és a legnagyobb település is, hiszen 42 ezeren laknak már Dunakeszin. Látjuk, hogy nap mint nap egyre több rendezvény van, évről évre egyre több rendezvény van, ami különös öröm számunkra, hiszen ezek a rendezvények azok, amik segítenek abban, hogy közösségé formálódjanak ezek a települések, hiszen ne felejtsük el, hogy agglomerációs településekről beszélünk. És amíg néhány éve ezek a települések még város határok által körbezárt embereket jelentettek, akik a város utcáiban, házaiban éltek, ma már igazi közösségé formálta a sok rendezvény, a kulturális élet ezeket a településeket. A rendezvény helyszíne a most is hangulatos esti fényekben pompázó Dózsa György főtér tavaly készült el, a Dunakeszi a Mi Városunk nevű civil kezdeményezésű program keretein belül. Tuzson Bence a műsor előtt köszöntő beszédében is hangsúlyozta e tér közösségformáló erejét. Hiszen Dunakeszi város lassan 800 esztendős, a település maga 800 esztendős, és Dunakeszi város megmaradását mindig a közösség biztosította. Egy kis közösség volt egykor, ami folyamatosan fejlődött, és egy nagy közösségé vált. Ennek a megmaradásnak fontos feltétele, hogy a város ne csak egy határok által körbezárt embereknek a csoportja legyen, hanem közösségé váljon. A megszokottnál is nagyobb méretű, kettős színpadon, igényes díszletek előtt közel 100 zenész, énekes, táncos és színész összehangolt munkája nyújtott élményt a közönségnek. Piros hogynék fönn az ászló, egész virág Dunakeszi szülötte a darab kórusának vezetője Gyombolai Bálint is, aki gyermekkora óta aktívan hozzájárul a város kulturális életéhez.
A feladatom az volt, hogy a Dunakeszin működő amatőr énekkarokból a karnagy kollégákkal konzultálva összeállítsunk egy olyan erre vállalkozó kórust, amelyik egyébként nem létezik, de erre az alkalomra összejár, külön próbákat vállal, és ezeket a próbákat én vezettem, tehát én tanítottam meg ennek az egyébként máskor nem létező vegyes karnak a darabot, és aztán előkészítettem a zenész kollégákkal az egész előadást. A kórusban való éneklés gyakorlatilag elkerülhetetlenül olyan kooperációra kényszeríti a benne lévőket, ami a feltétele annak, hogy harmóniában működjenek együtt szakmai szempontból, és ez a harmónia emberi harmónia nélkül nem jöhet létre. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy ez ennek élete legyen, és az amatőr kórus mozgalom az oktatásra nem tud igazán alapozni, mert az oktatásban jelenleg kicsit mostoha sorsa van az énekzenének, de a műkedvelő mozgalom a profi zenészekkel együttműködve olyan élményt tud adni egy-egy kiemelt alkalommal akár, ami évekre lendületet ad és kedvet ad ahhoz, hogy ezt a munkát, ami sokszor nagyon fáradtságos és komoly áldozatokat igényel, anélkül, hogy konkrét anyagi fizetség járna érte. Tehát ez az élmény a fizetség, ami aztán töltést ad, lendületet ad ehhez, és felmérhetetlen a társadalmi és közösségi haszna. Nem szabad soha lebecsülni ennek az erejét, és ez ilyenkor mutatkozik meg igazán. Farkas Pál, aki több mint 20 éve a Váci Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, szintén kimagaslónak tartotta a profi és amatőr művészek közös produkcióját. Én úgy gondolom, hogy megint egy nagy értéket tudtunk Dunakeszinek adni, Dunakeszi lakosságának, hiszen a darab is értékes, és az előadás, a produkciót is annak ítélem meg, hiszen nagy tömeget mozgat, és ez egy picit veszélye is vannak ennek a nagy tömegmozgatásnak, de én úgy gondolom, hogy a próbák, a halmozott próbák és a sok előkészítés ez meghozta a sikereket, és mindig izgalmas ez, mert amikor ugye profi szinten dolgozunk, akkor tudjuk, hogy mi várható, és ez az előadás pörög és megy. Amikor amatőr csoportokat bekapcsolunk, és ez volt a lényeg, a városvezetés ezt kérte második évben is, hogy olyan csoportokat is vonjunk be ebbe az előadásban, akik itt Dunakeszin élnek és alkotnak, ez izgalmas. Ezeket jól elő kell készíteni, és én úgy gondolom, hogy ugyanolyan magas szinten megálljak a helyüket, így a táncosok és a kórus is, akik ebben részt vettek, a helyi csoportok, egy-egy tagok, ugyanúgy hozzájárultak és értékesítették ezt a produkciót. Vitéz király, jelentem ásson, hogy a csatának vége van. Volt részem egy kis verekedésben, azért is érzem jól magam. A bősztörök, mely ellen együtt, ezentúl egy legyet se bánt. Vitézeim magammal együtt pokolba küldték a fogány. Előadása egyszerű, mégis nagyon hatásos. Ha még egyszer bajban leszek, akkor sem fordulok máshoz. Köszönöm, derék vitézem, hogy trónom megvédelmezéd. A franciák királya nyújtja feléd baráti jobb kezét. Diósi Csaba, a Dunakeszi város polgármestere remélte, hogy az előző év sikere után idén is egy hasonlóan színvonalas ünnepséget tudnak kitalálni és megvalósítani. A tavalyi István a király darab után nagyon nagy fejtörés volt, hogy fogjuk hozni ugyanazt a hangulatot, hogy tudjuk újra ugyanúgy lebilincselni a közönséget, mint a tavalyi évben, hiszen István a király egy kultikus darab, az egy nagyon teli találat volt, azt gondolom. De úgy érzem, hogy az idei évben is sikerült mindenkinek nagy örömet okozni ezzel az estével. Ami a legjobb az egészben, hogy itt ugyan voltak profi színészek, de ők páran voltak, és az egész darabnak a gerincét helyi művészeti csoportok adták, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a
a profiknak, hogy idehozták a professzionális rendezést, darabot, és szívből gratulálok a saját művészeti köreinknek. Fantasztikus érzés, nagyon jó egy ilyen településen polgármesternek lenni, ahol ilyen művészeti csoportjaink vannak, akik ennyire fontosnak érzik, hogy ilyen lebrincselő előadást adjanak nekünk elő. Esemény megvalósításában nem csak a művészeti csoportokat illeti elismerés, hanem Dunakeszi város vezetőit és a kulturális élet szervezésének felelőseit is. Szeretném megemlíteni a programirodát is, aki az összes rendezvényünket szervezi. A művelődési ház is nagy segítségünkre volt, és hát nagyon jó érzés, hogy ezekben a programokban, rendezvényekben magunk mögött tudhatjuk Dunakeszi város önkormányzatát is. A nap zárásaként nem maradhatott el a szemet gyönyörködtető tűzijáték sem Dunakeszin. Thank you.